Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt most megtekintjük azt, hogy mi vár a bak jegyében születetteknél április hónapban. Április hónap a bak jegyénél egy nagyon fontos időszak, hiszen itt lesznek sorsdöntő döntések, sorsdöntő kapcsolatok, sorsdöntő változások. A bak jegyénél, születetteknél megvan most az erő, be tudják bizonyítani magukat. De ez az erő jelenti a belső erőt is, megvan ez a hit, hogy mindaz úgy valósul meg, ahogy elképzelik. Április 1-én új hold van. Az azt jelenti, légy visszahúzódó, gondolkodj el azon, mi vagy ki befolyásolja az életedet. Április 16-án teli hold van, ami megvilágít valamit. Itt gyógyító erőről van szó, egészségügyi témákról, vagy megvan arra a lehetőséget, hogy bebizonyítsd magad, valamit rendbe tegyél. Április 30-án újra új hold van, ami azt jelenti, légy visszahúzódó, meditálj valami felett, mit tudnál rendezni az életedben, hogy előre menjenek a dolgok, hogy folyamodjanak a dolgok. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat, és ez kihat rád, bak jegyében születettekre, és ez azt jelenti, hogy Mars bolygó szimbolizálja az élet erődet, de ez lehet egy férfi is, ha egy nő vagy, akkor ez lehet a te lelki társad. Szaturnusz bolygó hatása alatt sorsdöntő változások vannak. Szaturnusz bolygó jelenthet néha korlátozásokat, de segíthet valamit kialakítani. Április 12-én Jupiter bolygó és Neptun bolygó hat együtt, Jupiter bolygó szerencsét hoz, Neptun bolygó szimbolizálja az álmokat, tehát ez az álom megvalósul, ha hiszel bennem. Jupiter bolygó hatása alatt gyakran bírósági ügyekről van szó. Ilyen esetben Neptun nem segít, hiszen itt akkor minden olyan átláthatatlan, vagy valaki becsap téged. Április 18-án Merkur és Uránusz bolygó együtt hat, itt lesznek beszélgetések, változások. Április 27-én Vénusz bolygó és Neptun bolygó hat együtt, ez lehet a szerelem, vagy egy álom megvalósul, ha hiszel ebben, vagy jelenthet egy kreatív tevékenységet, és Neptun bolygó hatása alatt megvan az intuíció, az inspiráció. Április 30-án Vénusz bolygó és Jupiter bolygó együtt hat, ez jelent szerencsét a szerelmi élet területén, de mivel Jupiter bolygónál mindig megnövekszik valami, és Vénusz bolygó jelenti a nőiességünket, az azt jelzi számunkra, hölgyekre, hogy ne túlozzunk el valamit ezen a napon. Április 30-án van egy nap finsternis. Finsterniseknél mindig kármikus témákról van szó. Ugyanezen a napon, tehát április 30-án Plutó bolygó megáll, utána visszafele halad, itt lezársz valamit, és ez a visszafele tekintő mozgás, ez jelenti a múltat, gyakran kármikus témákat. Mielőtt elkezdeném a kártyákat
elemezni, felhívnám a figyelmetet arra, hogy ez a jóslás, ez a havi jóslás minden hónapban megrendelhető. Ugyanúgy fogom felépíteni, mint ahogy itt majd mutatom neked, a díjam 3500 forint. A sarokkártyáknak mindig van egy fontosabb jelentősége. Különösen az első kártyának, mert az utal a havi témára. Itt látható a hold. A hold uralkodik az érzelmeid felett. De most kicsit érzékeny vagy, hiszen az érzelmeid mögött itt megjelenik ez az ostor, és az fáj. Valaki megbántott téged, vagy vannak emlékek a múltból, és ezek szomorú emlékek. Szerencsére megjelenik itt a kasza, illetve a sarló, és ez a sarló elvágja ezeket az emlékeket, a könnyeket, vagy ezeket a kapcsolatokat. Amit a hold még jelent, az anyai érzelmek, vagy utalhat a te édesanyádra, vagy az ő édesanyjára. Lehet, hogy te bántottad meg őt, és lelkiismeret furdalásod van, vagy ő bántott meg téged, és ez fáj, de mint mondtam, a sarló ezt eltünteti, és akkor itt lesz egy új kezdet. Itt van rá a remény, hiszen ez a hajó szimbolizálja reményeket, és ez a fa jelenti a gyógyítást, tehát kilépsz ebből a helyzetből. Amit ez a hajó még jelenthet, utazások, külföldi kapcsolatok, ez lehet egy belső út és egy spirituális terület. Amit a fa még jelent a gyógyító erőn kívül, hogy keresed a helyedet az életben, vagy ő, vagy mindketten, ahol úgy érzitek, igen, ide most elérkeztem, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, ez lehet a párkapcsolat. És ez kihat a sors utatokra, ezt jelenti ez a kereszt, amikor sors utak kereszteződnek. Vagy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Ezáltal lesznek itt fontos döntések, és ez a gyermek utal egy új kezdetre. És a gólyák jelentik a változásokat. Mivel itt megjelenik ez a ház, ez lehet egy költözködés, vagy valami változik a környezetedben. Itt az első kép volt a hold, és ez jelenti az érzelmeket. Itt voltak fájdalmas érzelmek, de a sarló ezt elvágja. Ami még fontos, a hold alatt megjelennek az utak, és ezek a döntések. Ugyanúgy, mint a keresztnél, melyik irányba kell, hogy tekints. Ezek az utak jelenthetik az érzelmeket, és itt van két lehetőség. Vagy éled a negatív érzelmeket, a bizonytalanságokat, vagy a félelmeket, lehet féltékenység is például, vagy érzed a pozitív érzelmeket, a bizalom, a hit, az önbizalom, a szeretet, te választasz, hogy melyik irányba tekintesz, hogy érzed magad. A pozitív érzelmeknek van gyógyító hatása, és ezáltal javul valami az életedben, ami a jövőt illeti, hiszen befolyásolni tudod a sors utadat. Itt az utak mellett megjelenik a kutya, ami jelenti a baráti kört, az ismerősöket. Itt a koporsó lezár bizonyos kapcsolatokat, de azt is jelentheti, hogy valaki, egy barát vagy egy barátnő visszatér a múltból,
hiszen ez a koporsó jelenti a régi ismerősöket, a múltat. Itt a közelben van ez a torony, és ennek a toronynak nagyon sok jelentősége van. Az utalhat egy magas, vékony férfire vagy nőre. A torony jelenthet egy nagyvárost is, hogy ez az illető ebben a nagyvárosban lakik. Vagy azt is jelentheti, hogy itt kiemelkedsz, és itt megnövekszik valami, ez kihat egy kreatív tevékenységre, hiszen ott van a torony mellett a virágcsokor, és ez jelenti a hivatásodat, de jelenthet egy kellemes meglepetést és egy ajándékot például. A torony utal hivatalos dolgokra vagy bírósági ügyre is, mivel itt van mellette a virágcsokor, akkor így jól alakulnak a dolgok, lesz egy kellemes hír. A múltban voltak még bizonytalanságok, valami, ami átláthatatlan volt számodra, különösen az, amit fél évvel ezelőtt átéltél, de szerencsére itt vannak a felhő mellett az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítják a felhőt, ami azt jelenti, hogy volt a múltban valami, ami átláthatatlan volt számodra. Ez lehet ez a hivatalos ügy, vagy valami a családban, az otthonodat illetően, hiszen a felhő ott van az otthonod közelében. A következő sarok kártyán látható itt a mozgás, tehát előre mennek az események. Ez szerencsét hoz számodra, ezt jelentik itt a csillagok, és a négy levelű lóher szintén szerencsét hoz. Itt a madarak utalnak beszélgetésre, és mivel itt látható a szerencse, tehát lesz egy jó hír. Nem csak a beszélgetéseket illeti ez, hanem itt van ez a levél, az valami írásbeli valami, egy hír, vagy egy dokument, vagy egy szerződés, ami szintén szerencsét hoz. Itt ez a kép, a mozgás jelenthet mindent, ami mozog, például sport, vagy autó. Ha visszatérek most erre a kártyára, a madarakra, ez nem csak a kommunikációt jelenti, hanem az éneket, a zenét, és akkor itt van a mozgás, tehát a zene és a tánc, aminek örülsz, ahol sikereid vannak, itt látható két kártyán is ez a szerencse. Itt a közelben a szív azt is jelentheti, hogy te szívvel, lélekkel teszed ezt, vagy egy ilyen táncos, mulatságos helyen megismerkedsz valakivel, és itt látható a szerelem. Nem csak ennél a mozgásnál, nem csak a szerelemben lesz szerencsét, hanem az anyagiakat illetően is, hiszen a halak azok jelzik az anyagi dolgokat. Ez nagyon erős, megerősödik, tehát lesz nyeremény, ezt jelenti itt a jeges medve. Ahol még szerencse van, mindaz, amit indítasz április hónapban, hiszen itt minden előre mozog, változik valami, itt megvan a siker, a szerencse. Ez a kártya, a csillagkép szintén szerencsét hoz, de utalhat egy spirituális területre is, asztrológiára, kártyavetésre, és így pénz jön a házhoz, a szív pedig azt jelenti, hogy te szívvel, lélekkel teszed ezeket a dolgokat. Itt van az energiamező, és ez a levél utalhat szerződésekre. A következő sarok kártyán ez a férfi látható. Ha te egy férfi vagy, akkor rád utal. Ha egy hölgy vagy, akkor jelenti a lelki társadat. És ez a férfi gondol rád, hiszen itt vagy fölötte. És a kártyák a feje fölött
jelentik az ő gondolatait, és az azt jelzi, ez a férfi sokat gondol rád. Itt van a közelben ez a kulcs, tehát legyetek magabiztosak, hogy itt lesz egy stabil párkapcsolat, hiszen a horgony azt jelzi, hogy ez a férfi le akar horgonyozni nálad. És itt a kulcs jelenti ezt az önbizalmat, azt is, hogy itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek. Ez a horgony nem csak ezt a biztonság érzését jelenti, egy stabil párkapcsolatot, hanem szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Ez a hegy jelenti a téli hónapokat, és ez a férfi nagyon sokat szenvedett a télen, ami a munkáját illeti. Itt a munkahelyi környezetben van a ravasz róka, és ezek kihívások, mert valaki kihasználta őt, vagy hazudozott neki, voltak problémák, nehézségek a munkát illetően. Ő szeretne valamit változtatni az életben, nem csak ami a munkát illeti, hanem ami a párkapcsolatot, tehát téged illet. Itt van a gyűrű, ez lehet egy eljegyzés, a gyermek egy új kezdetre utalhat, és a gólya az a változásokra. A gyermek és a gólyák jelenthetik egy kisbabának a születését is, és ő ezen elgondolkozik. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, és a kisfiú meg a gólyák megjelennek a te gondolataidban is. Tehát te ugyanazt tervezed, amit ő. Ez lehet egy család alapítás, egy közös otthon, változások a környezetben, lehet költözködés is. Április elején ugyan még valami átláthatatlan, ami a környezetedet illeti, de az egerek eltávolítják a felhőt, kitisztul valami, akkor terveztek valamit közösen. Itt ez a kép, a ház nem csak az otthonodat, a családot illeti, hanem lehet egy magánvállalkozás is, vagy munka otthonról. Itt a gyűrű jelenti a szerződéseket, a kapcsolatokat, és ez a kígyó a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt, ezt a fiatalos kisugárzást. Amit ez a kígyó még jelenthet egy hölgy, ez lehet valaki a családból, hiszen itt megjelenik a ház, ami utal a családi kapcsolatokra, vagy valaki a környezetedben, az lehet a szomszédság is, itt megjelenik a nő, mert ez a kígyó lehet egy hölgy, és itt lesznek változások. Amit ez a kígyó és a gyermek még jelenthet, egy volt párkapcsolat nála, az ex társnője. Itt lehetnek családi kapcsolatok, vagy gyermek, vagy gyermekek. Ő elgondolkozik ezen a helyzeten, de szeretne valamit változtatni. Itt elmúlnak a nézeteltérések, a nehézségek, itt a gyógyító erő, és ő, ez a férfi, veled együtt szeretne élni. Itt van a kulcs, és bízik abban, hogy kinyílik számotokra egy új ajtó, egy új lehetőség. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét, április hónapban itt látható. Vannak fájdalmas emlékek, de ez a kasza elvágja ezeket az emlékeket. Itt lesz egy utazás, külföldi kapcsolatok, vagy egy lelki út. Ennek van egy gyógyító ereje, kihat az érzelmeidre. Néha vannak fájdalmas gyermekkori emlékek is. De itt van a gyógyító erő, és ez a kereszt utal a hitedre, hogy valami jóra fordul, változik a környezetedben, a családban,
és a gyermek, a gólyák jelentik ezeket a változásokat, egy új kezdetet. De ez lehet egy kisbabának a születése is. Második hét április hónapban itt látható. Van itt egy ismerettség, egy barátság a múltból, aki visszatér hozzád, de itt vannak fájdalmas emlékek, vagy ez a személy, ez lehet egy nő, de lehet egy férfi is, meg akar bántani téged. Itt vannak korlátozások, nehézségek, de ezek elmúlnak, mert a koporsó lezárja ezeket a dolgokat. Itt változások lesznek, lesz egy új irány. Április elején vannak még itt olyan dolgok, ami átláthatatlan számodra vagy számára, de hamarosan ez elmúlik, hiszen április közepétől az egerek eltávolítják a felhőt, lesznek olyan kapcsolatok, valami vagy valaki, aki visszatér hozzád. Itt vannak a megújulások, itt van a gyógyító erő. Ez a gyűrű jelenthet egy házassági ajánlatot is. Talán nem áprilisban, hanem májusban, hiszen a virágcsokor jelenti ezt a meglepetést vagy ajándékot, és jelenti a május hónapot is. Harmadik hét április hónapban itt látható. Itt a szerencse, kiderül az igazság, tisztázódik valami, lesznek fontos beszélgetések, egy jó hír, itt a tudás, a bölcsesség, de ez a könyv jelentheti a zárkózottságot, a titkokat, és ez kiderül, hiszen itt van ez a hír, és a nap mutatja azt, hogy kiderül az igazság, itt minden a nyilvánosságra kerül, tisztázódik valami, kinyílik egy új ajtó számotokra, ezek a lehetőségek, ez a férfi gondol rád, és itt ez a horgony azt jelenti, hogy ő úgy érzi, lehorgonyozhat nálad. Utolsó hét, április hónapban itt látható, előre mennek a dolgok, itt a szerencse, a szerelem, a jólét, az életerő. Voltak a múltban problémák nála a munkát illetően, hiszen itt van a ravasz róka, és ez utal a hamisságokra, de ő le akarja ezt zárni, ezeket a kapcsolatokat, és ez lehet egy nő, vagy egy ex-társnő, vagy valaki a munkahelyén, aki megbántotta őt, és ezzel a kulccsal nem csak kinyílik valami, hanem ezzel a kulccsal ő le tud zárni valamit, mégpedig ezeket a hamis kapcsolatokat, és ami fontos számára, az te vagy, itt vannak a lehetőségek, és ez a horgony jelenti a biztonság érzetét, de a munkahelyi viszonyokat is, hogy eltöpreng azon, mit tudna javítani, ez lehet egy munkahelyi változás. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!